és támogatom is. Ugye a versenyképességet pedig azért nem mondtam, hogyha megnézzük a szomszédos országban, a bérek sajnos ma magasabbak, mint nálunk. Tehát bár ott tartanánk, hogy versenyképességi problémákat okozna ez, sajnos nem ez a helyzet. És összességében pedig csak egy kérdésem van, támogatják önök a legalacsonyabb bérőeket? Köszönöm a szót. Köszönöm. Két perces felszállásra megadom a szót Lasztovice Jenő képviselőnek. Önnél a szó képviselő. Köszönöm szépen. Ne arra ugyanak, hogy hozzászok, de Gőgös képviselő úr egy kicsikét szerintem túlült a célon, és borzasztó feledékenynek tűnik, hiszen azért viszem, ne a jobboldali kormányokat szidja, amikor a mezőgazdaságról szól a történet, mert tudomásom szerint az élelmiszeripar értékesítése az a Horn kormány alatt kezdődött a legjobban. Zoli, én nagyon jól emlékszem azokra az időszakra. A másik, arra biztos emlékszel még, vagy emlékszik képviselő úr, hogy kik nem fizették vissza fél éven keresztül az áfát a vállalkozásoknak, és hogy hány vállalkozás ment tönkre, többé-kevésbé élelmiszeripari vállalkozás. Erre tudnék rengeteg példát mondani. A másik, amit nem értek úgy unblock önöknél, hogy egy éve azt hallgatjuk szinte, vagy fél éve, mert azért fél év lafot adtak, hogy mert a béreket nem rendezi a kormány, alacsonyak a bérek. Most, hogyha rendezni akarjuk, most az a baj. Amikor nem nyúlunk hozzá, az a baj. Önöknek semmi nem jó. Önöknek azt tetszene, hogyha minden úgy maradna, ahogy volt, és akkor három év múlva vissza lehetne mutatni a Fidesz kormányra, hogy a Fidesz kormány nem tett semmit. Tehát én azt gondolom, hogy egy éve van kormányon a Fidesz, és számoljunk el három év múlva azzal, hogy mit tettünk, és azt gondolom, hogy az adórendszer, a járulékrendszer módosítása és a bérek rendezése, ez egy összetett, komplex dolog, és majd ennek a végeredménye fogja eldönteni, hogy helyesek voltak-e a döntések, vagy nem. Úgyhogy szerintem ne ítéljünk túl korán. Köszönöm. Köszönöm. Két perces felszólásra megadom a lehetőséget Gőgös Zoltán képviselőnek. Önnél a szó, képviselő úr. Lasztovice képviselőtársamot, Jenőt szeretném felvilágosítani. Az élelmiszeripar privatizációja az Antal kormány idején lezajlott 90%-ban, és a parlamentben 10 szavazaton múlt akkor, hogy nem a szövetkelti szektor kapta osztatlan közös tulajdonba az élelmiszerfeldolgozókat, hanem tisztán politikai döntés volt, ezt az akkor, akik ezt csinálták, be is vallották, hogy nehogy túlságosan megerősödjen ez a szektor, inkább nem adták oda az élelmiszeripart, és privatizálták, és ennek lett a vége egyébként utána ezeknek a nagy részének a bezárása. Már világosan látszott, hogy az a privatizáció az egy külföldiek oldaláról egy piacszerzés volt. És akkor nem, te se voltál képviselő, én se, de van itt, lehet, hogy még van a házban olyan, aki ezt tudja, meg hát jegyzőkönyveket meg lehet nézni. 10 darab szavazaton múlt el a történet, hogy ez így dőlt el. Én továbbra is azt gondolom, hogy az az adótörvény, ami készült, nem jó. Tehát azt ezzel nem lehet helyrehozni. Most az, hogy ez majd mikor jelentkezik meg, vagy milyen hatása lesz, ennek semmilyen hatása nem lesz. Ebből óriási feszültség lesz, egy csomó embert el fognak küldeni. Ez már most látszik, és most, hogy türelem van-e vagy nincs, mondom, el kell menni, meg kell kérdezni a cégeket, olyan cégeket, ahol baráti vezetés van, tudok ilyet mutatni nagyon sokat. Aztán majd megmondják, hogy ennek mi a hatása. Csak az a baj, hogy nem, az érdekegyeztetésnek van lehet egy olyan informális formája is, de hát még az se történt meg. Ahogy a termékdíjról se tudott senki, a kamarai törvényben se tudott róla senki, hogy csak 100 millió fölötti árbevételnél kell majd ott aztán iszonyatos pénzeket fizetni, mint akik most a tervekben vannak. Ezek nem normális dolgok. Én ezt nekem senki nem mondja, még akkor se, hogyha nyilván lehet azzal valami hatást elérni, hogy visszafele lehet mutogatni. Tehát az élelmiszeripar privatizáció, még egyszer mondom, már nem volt semmi hatása a Horn kormánynak, mert addigra az lezajlott. Nagyon rosszul szeretném jelezni. Köszönöm, képviselő úr. Két perces felszólásra megadom a szót Sejnén Gábor képviselő úrnak. Önnél a szó. Köszönöm szépen, csak röviden reagálnék, szóval, mert hogy nekünk semmi sem jó. Isten, hogyha nem bombáztuk volna szét önöket módosító indítványok garmadájával az adópolitikával kapcsolatban, akkor még valahogy meg is érteném ezt a kétségbeesett kapálózást, mert próbálják saját magukat mosdatni, de akkor újra, legalább a jegyzőkönyvkedvéért, mert úgy látszik, hogy önöknek még a módosító javaslatok sem viszik át az ingerküszöböket. Amit önök adópolitika címszó alatt folytatnak, azt semmiképpen sem tudjuk támogatni. Az egy álmokfutás, de nem csak mi nem tudjuk támogatni, a társadalom döntő többsége sem támogatja. Kétharmada biztosan rosszul járt ezzel az adórendszerrel az embereknek, ők elutasítják ezt az adórendszert. Amit mi javasolunk,
és ami az alacsony keresetűeknek egyértelmű helyzetjavulás jelentene, és ami a munkavállalóknak, a munkáltatóknak lehetővé tenné azt, hogy új munkahelyeket hozzanak létre, az egy több kulcsos személyi jövedelemadó rendszer, kiegészítve egy járulékcsökkentéssel és egy ökológiai adóreformmal. Ez az egyébként, legalábbis a járulékcsökkentésre nézve, és amit önök is még propagáltak az ellenzékben és a választási kampány során is, én nem értem, hogyan pottyan be az ablakon ez az egykulcsos személyi jövedelemadó, tehát hogyha önök feltétlenül ragaszkodnak ahhoz, hogy a saját választási vereségüket jó előre megalapozzák egy ilyen teljesen nonsens javaslattal, akkor lelkük rajta. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm, tisztelt országgyűlést, folytatjuk a kétperces felszólásokat, megadom a szót Szilágyi György képviselő úrnak, Jobbik képviselőcsoportjának. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Itt a vitát figyelve Séring Gábornál olyan szavakat hallottunk, hogy diktátor, meg Chile. Én nem értem, hogy miért mond ilyet a kormányra, hiszen a kormány folyamatosan egyeztetett a szakszervezetekkel az elmúlt időszakban, a vidéki emberekkel, a nyugdíjasokkal, mindenki kérte a véleményeket, tehát nem értem ezeket a megjegyzéseket. Az OJT-et is említette, én figyelemmel kísérem a vitákat, és úgy érzem, nagyon hasznos észrevételekre lehet szert tenni, amikor a Fidesz vitatkozik az MSZP-vel, hogy az elmúlt 21 évben éppen kikövetette el nagyobb hibát, mintha valamelyikőjük nem lett volna itt az országgyűlésben, és egy ilyen vitából megtudhattuk, ön említette az OJT-et is, hogy az elmúlt 21 évnek a legnagyobb bűnbakja az az OJT. Aki nem szólt a privatizációnál, nem emelte fel a számot. Most meg is volt az elszámoltatás, ugye megszüntették az OJT-et, tehát itt is azt hiszem, hogy minden lehet. Semmi kényszerítés nincs. Ugye véleményem szerint a kis és középvállalkozások esetében ebben a törvényben, hiszen akkor lenne ez szerintem diktatórikus, ha az lenne benne a törvényjavaslatban, hogy aki követi az állam utasításait, annál nem lesz mondjuk APEC ellenőrzés az elkövetkezendő időben, aki nem követi, annál viszont rendszeresen. Tehát ez egy diktatórikus dolog lenne, de ilyen nincs benne a törvényben, tehát úgy érzem, hogy ez sem lesz. A másik, ami hogy nem lehet, de azt nem értik meg képviselőtársaim komolyra fordítva még ebben a 30 másodpercben a szót, utána nyomok egy másikat, hogy nem lehet rendezni a béreket a vállalkozások megerősítése nélkül. Ennek ez az alapja. Tehát a munkahely teremtésnek és a bérek emelkedésének az az alapja, hogy a magyar kis- és középvállalkozásokat segíteni kell abban, hogy megerősödjenek, akkor majd emelkednek a bérek is. Ezt jelenteni Kovács képviselő által emlegetett szebb jövő felé vezető utat. Olvassák el a programunkat, abban benne van a kulcs, nem az egy kulcs, hanem a kulcs a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások fellendítésére és rendbetételére vonatkozólag. Higgyék el, hogy nagyon sok érdekes dolgot találnak benne, és remélem, és gondolom, hogy a hasznukra is válnak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Két perces felszólásra megadom a szót Nemény András képviselőnek, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Hát Rogán képviselőtársunk jól bejósolta, hogy adóvita is lett ebből a törvényjavaslatból, de hogy ez lett belőle, azt is gondolom a szükséges és arányos véleményeinket elmondtuk, de úgy látszik, hogy önök valahogy mindig visszapróbálnak térni, megmagyarázni ezt a megmagyarázhatatlan adórendszert. Tehát majd kicsit maguknak is köszönhetik, hogy ez a téma most. Úgyhogy tényleg a jegyzőkönyv kedvéért ezért fontos megemlíteni, hogy ez egy olyan adórendszer, amit önök létrehoztak, amely egyszerre képes azt a két óriási hibát elkövetni, hogy óriási lyukat tesz a költségvetésen, 600 milliárdos lyukat, és amellett az emberek nagy része pedig rosszul jár vele. És hogy ez a mostani törvényhez ez hogyan kapcsolódik? Úgyhogy ez a törvényhez valamilyen módon kiegészíti ezt az eddigieket azzal, hogy most még a munkanélküliség is növekedni fog, hogyha pontosan betartják ezt a törvényt. Tehát a lehető legrosszabb úton járnak. És a megoldás, hogyha csak nagyon egyszerűen vennénk, akkor azt mondhatjuk, hogy az adójóváírás ennek az eltörlésének a visszavonása lenne, de persze ez még a költségvetési problémákat és a versenyképesség problémát nem oldaná meg. Hát én ebben csatlakozni tudok az előttem szóló ellenzéki képviselőkhöz, hogy a járulékcsökkenés és a többkulcsos adórendszer visszavezetése lenne az egyedüli megoldás, és jó lenne már, hogyha őszinték lennének magukhoz. Ha nem itt, akkor ezt tegyék meg egy frakciülésen. Én el nem hiszem azt, hogy mikor hazamennek, akkor nem hallják ugyanezeket a véleményeket, amiket mi is meghallunk. Legyen rá fülük, beszéljék meg a frakciülésen, és hozzák vissza, hoznak olyan javaslatokat, amit a tényleges problémát oldják meg, és nem pedig súlyosítják az eddigi helyzetet. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, normál időkeretben jelentkezett felszólással Berta Szilvia képviselő, asszony a Jobbik képviselőcsoportjából. Megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr.
Nagyon sajnálom, hogy lemaradtam az expozéról, mert ahogy hallom, itt nagyon komoly gyöngyszemek hangzottak el közben. Például, hogy jelen pillanatban a kormány tulajdonképpen a dolgozókat véd és a dolgozók érdekében hozza meg ezt a törvényjavaslatot, vagy törvénymódosító javaslatot. Hát, hogyha jót akarnak a kiskeresetű dolgozóknak, akkor két dolgot tegyenek meg. Az egyik, hogy az adójóváírást megemelik. Ugyanis az adójóváírás az nem egy ördögtől való dolog, itt elhangzott talán a bizottsági vitában, hogy hát ilyen formán Nyugat-Európában sehol nem működik adójóváírás. Lehet, hogy ilyen formán nem működik, de az egy alapvető dolog, hogy egy bizonyos bérszint alatt, mivel a minimális megélhetés sem biztosított az egyén számára, az állam nem vesz el közterhet. Tehát nem kell közterhet fizetnie, hiszen annak is örülnie kell az államnak, hogy egyáltalán nem kerül pénzbe, hanem valamilyen módon fenntartja magát. Tehát az adójóváírás azt küszöbölnék ki, hogy azok a kiskeresetűek, akiknek minimális jövedelme van, azoktól ne vegyen még el az állam, hanem ugye jóváírja számukra az adó mennyiséget. A másik, amivel a kiskeresetű dolgozóknak segíthetnek, az pedig az, hogy a munkatörvénykönyvében, illetve a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvényben tervezett módosításokat, amik hátrányosan érintik ezeket a munkavállalókat, azokat felejtsék el és ne vigyék végbe, ugyanis ezek többnyire mind olyan változtatások, amikről eddig is meg tudtak egyezni a munkaadók, a munkavállalókkal, amennyiben a vállalat vagy cég tényleg olyan probléma helyzetben volt, hogy ezen múlt a léte, ugyanis az, hogy egy vállalat ne menjen tönkre, az a dolgozóknak is az érdeke, tehát ilyen esetekben hajlandóak kompromisszumokra, törvényi kényszer nélkül is. Köszönöm a szót. Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni. Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem az előterjesztőket, kívánnak-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, megadom a szót Rogán Antal képviselő úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Kénten vagyok először Gőgös képviselő úrnak a mondandójával kezdeni. És természetesen tényszerűen is végig fogok rajta menni, de előbb azért hadd kezdjem egy személyessel. Tehát ezt a pesti flasztert kikérem magamnak, tisztelt képviselő úr. Az a helyzet, hogy én egy olyan pici faluba születtem, amit szerintem el se tud képzelni. Egészen 18 éves koromig végig a mezőgazdaságban robotoltam, beleértve az összes nyarat is nem voltam nyaralni soha, mert egy kicsi paraszgazdaságban mélyen, tisztelt képviselő úr. És a közöttünk egy különbség van ebből a szempontból, hogy ez egy világ életében még a Kádár korszakban is egy nagyon pici családi paraszgazdaságként üzemelt, míg ön ennek az ágazatnak egy másik részét képviseli, azokat a zöldbárókat, akik ugyan kívülről zöldek, de belülről, mint a görögdínje vörösek. Tehát ez a fényes nagy helyzet, ez a kettőn között a hozzáállásbéli komoly különbség. És azt is hozzáteszem, tisztelt képviselő, hogy ön végig ezeknek az érdekképviseletét látta el, azokét a mezőgazdasági nagy üzemekét, amelyeknél valóban bérszempontból a legnagyobb probléma van Magyarországon. Bérszempontból náluk van a legnagyobb gond, ott van a legalacsonyabb bér, ott van a legkisebb mértékű foglalkoztatottság. Egyébként nagyobb probléma van összességében, mint mondjuk a kicsi gazdaságoknál. De akkor nézzük az ön által felvetett érveket, tisztelt képviselő. Azzal kezdte, hogy ez a törvény most már megint azt fogja jelenteni, hogy majd ennek alapján újabb munkaügyi bírságokat vetnek ki. Nem olvasta el a törvényt. Tehát a munkaügyi ellenőrzés ennél a típusú megállapodásnál, úgy szól a törvény, ezen megállapítással kapcsolatban nincsen helye munkaügyi bírság alkalmazásának. Akkor nézzük a másodikat, tisztelt képviselő. Nem tudom, hogy elolvasta-e mondjuk ezzel kapcsolatban a második bekezdést ugyanennél, ami arról szól, ugye hozott egy példát, ami arról szól, hogy ön azt mondta, hogy most van egy 500 főt foglalkoztató cég, ahol hogyha 400-nál meg tudják emelni a béreket, akkor ahhoz 100-at el kell engedni, tehát 400-nál tudják megcsinálni összesen, akkor hadd olvassam fel a második bekezdést. Nincsen helye az egyes bekezdés szerinti megállapításnak, ha a munkáltató igazolja, hogy az érintett munkavállalók legalább kétharmada esetén eleget tett az elvárt mértékű béremelésnek. Nem kell megtenni, 400-nál kevesebb is elég lesz, mélyen tisztelt képviselő úr. Méltóztasson végigolvasni a törvényt, mielőtt egyébként hülyeségeket mond, és egyébként rágalmakat terjeszt ezzel kapcsolatban. Aztán nézzük azt, hogy ugye arról beszélt, csak hogy most a saját szavaiba kapaszkodjak bele, hogy a mezőgazdaságban, főleg a mezőgazdasági nagyüzemeknél tömeges a minimálbéren való foglalkoztatás. A minimálbérnek a mértékénél eddig is kötelező emelés volt, minden évben kivétel nélkül, és nem a nettó érték megőrzése volt a cél, hanem a nettónak az emelése. Eddig is kötelező volt ott emelni, mélyen tisztelt képviselő úr, hogyha ott valóban minimálbéren foglalkoztattak, és ön itt nem mondott megint félrevezető szavakat, akkor az a helyzet, hogy ezekre nézve ez a törvényjavaslat semmilyen újdonságértékkel nem bír, mélyen tisztelt képviselő úr. Most én beszélek.
Én végighallgattam ön szépen, nyugodtan. Azért fogom most egyenként cáfolni azokat a nagyszerű érveket, amiket ilyen tipikus zöldbárói mentalitással méltóztatott felvezetni az előzőekben. Ne kapjon infarktust, arra kérem. Tehát akkor inkább tényleg... Tehát én azt gondolom, hogy higgadtan próbálom meg végigmondani, hogy azok az érvek, amiket ön mond, nem igazak. Természetesen fölmerült a fejünkben egyébként a kafetériával kapcsolatos kérdéskör is, de nem a jelenlegi kafetéria rendszerre. Ugye azért akarjuk ezt a törvényjavaslatot most így elfogadni, hogy egyébként az adórendszerre való felkészüléssel együtt legyen kellő ideje a vállalkozásoknak, hogy ne húzódjon el megint májusig, júniusig egyébként a bérkompenzáció, hanem erre föl tudjanak készülni január-februári időszakra vonatkozóan. És az akkor fogjuk a kafetériát behozni a törvénymódosító javaslatokkal együtt is, ha a kafetéria rendszere végleges formájában eldől, mert ezen szeretnénk változtatni a következő évben, ebben nem fogok nagy újdonságot elárulni, és azzal kapcsolatos változtatásokat át fogjuk vezetni ezen a törvényjavaslaton is, de akkor, amikor az új kafetéria modellre vonatkozó szabályozás az ősz folyamán megszületik. Tehát erre benne minden kétséget kizáróan megvan a nyitottság, ezt egyébként a bizottsági vitákban el is mondtam. És szerintem az ön nagy munkáltatóinak sem jelent ez olyan hatalmas újdonságot, mert ellentétben azzal, amit elhangzott állításként, szinte minden jelentősebb munkáltatói csoporttal és ilyen jelentős vállalkozói csoporttal erről én személyesen is beszéltem. Ez nem az Országos Érdekegyeztető Tanács, amiről megvan a magam rövid lejáratú véleménye. Nem véletlenül változtatunk azon, én azt gondolom, hogy a munkáltató és a munkavállaló közötti érdekegyeztetéshez nem kell a kormány. Tehát gyakorlatilag az eddigi háromoldalú rendszer helyett, a tripartid rendszer helyett egy kettős osztatú, egy duális rendszert vezetünk be. Az érdekegyeztetés formái megmaradnak csak a kormány nélkül. Annyi történik, hogy értelemszerűen a minimálbér emeléssel kapcsolatos döntéseket utána a kormány továbbra is átvezeti, és egyébként az ezzel kapcsolatos döntését is a maga módján azt értelemszerűen meghozza. Ideiglenes szabályozásról beszélünk, ahol ténylegesen én azt gondolom, a munkavállalói érdekképviselet az, amit itt a kormány kénytelen ellátni. És én most hadd nézzem meg, tehát abban a vitában, amit önök itt elmondtak, azon hőbörögtek még, amikor a őszi adóvita volt, hogy mi egyébként korlátlan odaállunk a munkáltatók oldalára a munkavállalókkal szemben. Most odaállunk a munkavállalók oldalára a munkáltatókkal szemben, akkor ez volt a probléma, ma ez a probléma. Döntsék el, most kell sapka, vagy nem kell sapka. Én azt gondolom, hogy a kettő között az a helyzet, hogy mind a két oldalon van igazság, és nekünk az a feladatunk, hogy egyébként mind a két helyen a megfelelő érveket képviseljük, és a magunk részéről ezt is tesszük. Nem állunk oda egy oldalon sem a munkáltatók mellé, sem a munkavállalók mellé. Arról van szó, amit Kovács képviselő szerintem nagyon helyesen megfogalmazott, hogy azért, hogy lehessen egy versenyképesebb gazdaságot létrehozni, valóban adtunk jelentős kedvezményeket a munkáltatói szféra egy jelentős részének, csak én azt gondolom, hogy ez a történethez az tartozik hozzá, hogy a tisztességes alkuban nem csak azt szokás betartani, ami nekem jó, hanem azt is, ami egyébként a másik félnek is. És ezzel egyébként nagyon komoly problémák voltak. Nem véletlenül van szükség így ebben a formában erre a törvényjavaslatra. Ezért gondolom, hogy ezt nyugodt szívvel támogathatják képviselőtársaim, gondolják még meg, remélem, hogy lesz erre mód. A módosító javaslataikat meg fogjuk nézni, és remélem, hogy van közöttük olyan, ha ezek nem csak arra irányulnak, hogy idézőjelbe téve kiheréljék ezt a nagyszerű törvényjavaslatot, akkor az a helyzet, hogy akkor szakmailag lehet, hogy lesz is olyan, amit megfontolunk. De ha csak olyan módosítókat adnak be, amelyek negligálják ennek a tartalmát, akkor erre ne számítsanak értelemszerűen. Ha lesznek olyan jobbító szándékú javaslataik, amelyek valóban megfogadhatók, úgyhogy a tartalom érdemben nem változik, akkor számíthatnak a mi támogatásunkra, bennem erre megvan a nyitottság. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr. Az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára a következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon ügyrendi javaslatra a közbeszerzésekről szóló Téper 3502-es számú törvényjavaslat általános vitáját, továbbá nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló Téper 3504-es számú törvényjavaslat általános vitáját módosító javaslatok benyújtása érdekében az ülésvezető elnök nem zárta le. A módosító javaslatok időközben megérkeztek, így a két általános vitát lezárom. A részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára a következő ülésünkön került sor. Tisztelt
képviselőtársaim! Mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólalások következnek. A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Lenhardt Balázs képviselő úr a Jobbik képviselőcsoportból. Budapest Parádé címmel megadom a szót 5 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr! Tisztelt Ház! Múlt szombaton zajlott Budapesten az úgynevezett meleg büszkeség napja, amit a köznyelvben mi csak buzi parádéként emlegetünk, mert ez egy olyan botrányos esemény, ami igazából semmi jót nem hoz Budapestnek, semmi jót nem hoz az országimázsnak, de külföldről is érkeznek ide homoszexuálisok, hogy egy deviáns, magamutogató szertartást és szeánszt üljenek meg itt együtt. Ugye Hollandiában az a példa, hogy ott már pedofil párt is alakult, aki azt követelte, hogy a 13 éveseknél fiatalabbakkal is lehessen szexuális kapcsolatot létesíteni, mert nekik ehhez is joguk van, véleményük szerint. Mire is lehetnének itt büszkék az úgynevezett meleg büszkeség napján, bár ugye ezt a meleg szót nem szeretjük, hogyha kisajátítják, mint homoszexuálisokról van szó. Ez a viselkedés, vagy magatartás, ez mindenképpen a normálistól eltérő. Hiába próbálják ők úgy beállítani, mint hogyha ez is a normalitásnak egy fajtája lenne. Az élővilágban ugye a szaporodásnak, a nemi életnek a jelentősége, hogy egy férfi és egy nő, egy hím és egy nőstény egyet kapcsolatából jöjjön létre a reprodukció és az utódnemzés. Hát ez itt semmiképp nem igaz, elemezhetjük így az okait, hogy milyen génhiba vagy egyéb olyan dolog vezetett ahhoz, hogy náluk ez máshogy működik, de semmiképp nem normális. A normálistól eltérő, akár eltévedésnek is mondhatjuk, és tegyük hozzá, hogy nem mindenki megy ki erre az eseményre. A visszafogottan és normálisan érző homoszexuálisok is otthon maradnak, és nem akarják ezt a nagyvilág elé tárni, hogy nekik milyen a szexuális orientációjuk. Ahogy nem mennek ki például az utcára a testi, a szellemi fogyatékosok, vagy a leukémiások se megmutatni magukat, hogy ez mennyire nagyszerű dolog. De ugye látjuk, hogy az egész homoszexuális kisebbség egy olyan jelentős érdekérvényesítő erővel bír, hogy Hollywoodban külön lobbival rendelkeznek, és lassan minden második filmben kell legyen egy buzi is, mert különben azt már be sem mutatják, vagy úgyhogy nem kapják meg a produceri támogatást. De ez ugye semmi, a hagyományos családmodellt is fölül akarják írni, ők a családdal egyenlő jogokat akarnak, gyermekeket akarnak örökbe fogadni és felnevelni, és úgy érzik, hogy amit az emberi civilizációs társadalom kitermelt egy normális családra, az nekik ugyanúgy jár. Közben ezeken a parádékon egyes kivetkőző elemek, ugye a legelképzelhetetlenebb jelmezekbe, maskarákba parádéznak, van, aki pávatollat dug a fenekébe, és így vonul végig a szent fővárosunknak a híres utcáin, a Hősök terétől kezdve, ugye majdnem idáig a Kossuth térig vonultak, most az Alkotmány utcáig engedélyezte a rendőrség. Hát miért kell ezt engedélyezni? Normális városokban ezt betiltották. A Jobbik azért tesz feljelentést, mert igenis garázdaságnak tartjuk ezt a fajta viselkedést. Ugye ez feltűnően közösségellenes magatartás, ami másokban megbotránkozást kelt. Ez a tényállás megvalósult ezáltal a homoszexuális felvonulás által, és amíg a rendőrség kifejezetten üldözi a gárdistáknak, a polgárőröknek mindenféle önvédelmi tevékenységét, vagy például kifejezetten tiltják hosszú évek óta a Budapest hős védőire, ugye 44-45-be való megemlékezést, ami egy katonai tiszteletadás, addig ez a fajta parádé a jogállam minden kereteivel védett és engedélyezett. Most is aránytalanul korlátozták a forgalmat, a bejelentett ellentüntetőket körülzárták egy ketreccel,
pedig minden jogszerűen működött, és könygázt vetettek be ott olyanok ellen is, akiknek az ellentüntetéshez se volt köze, hanem ugye a körúton sétálva belekeveredtek. A TV felvételek bizonyítják, hogy 8-10 éves gyerekeket és öregeket fújtak le az intézkedő rendőrök, mert ők minden áron védelmezni akarták a homoszexuálisoknak a főutcán való jogát, hogy ott keresztül menjenek, és hogy nehogy esetleg megdobják őket rohadt paradicsommal vagy záptojással. Úgyhogy a rendőrségnek ezt felül kéne vizsgálni, és néhány deviáns miatt nem a normális többségnek kéne elszenvedni ezt a látványt, hanem vissza kéne szorítani ezt a négy fal közé. Köszönöm szépen. És köszönöm a egy fideszes képviselőnek, hogy meghallgat. Kíván-e? Cséfalvai Zoltán. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kíván-e valaki válaszolni? Nem. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy Osztolykán Ágnes képviselő asszony a mai napon nem kívánja elmondani napirend utáni felszólalását. Tisztelt képviselőtársaim! Megköszönöm egész napi munkájukat. Holnap reggel 8 órakor folytatjuk az Országgyűlés ülését. Az ülésnapot bezárom, mindenkinek jó éjszakát kívánok!